Hello, sziasztok! Jó reggelt mindenkinek! Átjöttünk Peruba. Nagyon sok videót még nem töltöttünk fel Ecuadorról, mert késésben vagyunk vele, de azért az se fog múlni, majd azt is fokozatosan fogjuk feltölteni a csatornára, de azért most csinálunk egy helyzetjelentést. Egy ilyen friss helyzetjelentés. Egész éjszaka utaztunk, jó fáradtak vagyunk. Olyan szarul aludtunk, mint a szél. Így mondta Anna. Igazából. Hát nem aludtuk át az éjszakát, annyi bizonyos, tehát olyanok itt az utak, hogy mindig vannak ilyen fekvőrendőrök is. Épp, hogy felgyorsul a busz 50-re, utána két percen belül lelassít 20-ra, hogy át lehessen menni azt a huppanót, és már éppen elaludnék, és akkor jön egy huppanás. Tudnélik, egész éjjel utaztunk. Azt a módszert választottuk, hogy gondoltuk, jó lesz. Jó lesz, mások is tanácsolták, hogy este menjünk. Meg itt az a módi Dél-Amerikában, hogy ilyen nagy távok, a nagy távolsági buszok, azok este mennek. És hogy gondoltuk, este 11-kor elindultunk, és reggel 7-kor megérkeztünk Csiklayóba. Ja. Tehát 8 órát utaztunk, szállás helyett a buszon töltöttük az éjszakát. Aha. Ja. Vannak amúgy ilyen ágyas buszok is, az egy kicsit többbe került volna, nem sokkal, egy 15 szollal lett volna több. Ja, lehet, megérte volna. Azért is nem nagy pénz. Kényelmesebb lett volna, ja. De még nem tudtuk, hogy ilyen is van, úgyhogy most itt szenvedtünk a fotelba. Érdemes befizetni ilyen ágyas buszra. Na, szóval, mikor indultunk? Tegnap? Tegnap is hosszú napunk volt. 11-kor. Igen. Hát várjál, 11-kor Tumbesból, de igazából Kacsamalából, vagy honnan, Macsalából indultunk el kalandosan. Megpróbáltak most eladni nekünk egy ilyen informatikai túrát. Vagy az előbb, mielőtt itt leültünk erre a padra, rögtön jött egy fickó, és kanabiszt akart nekünk árulni. No, mert meg akarta... Nem kértünk, ezért meg akarta tisztítani a Balázsnak először, a cipőjét. Először akarta letisztítani a cipőmet. Én így beraktam így a lábamat, hogy hozzá ne nyúljon, de legugolt ide elénk, és elkezdte így csinálni. Hát aztán mondom neki, már... ne kezdje el bőrpasztával, mert ez nem bőrből van. Ezt a cipőt... Semmi baj, akkor csak rongyal megtisztítja, de... Úgy kellett könyörögnünk neki, hogy na, legyen már szíves, és ne tisztítsa. És akkor utána ajánlotta fel a kanabiszt, hogy akkor ad azt. Nem, de előtte azzal kezdte. Előtte is, meg utána is. Na jó. És akkor mi volt? Az volt még, hogy... Ez egy másik ember volt, megint le akarta a cipőmet tisztítani. De... Na, lényeg a lényeg, tegnap este... Annyira homágyom volt, hogy bementünk egy olasz pizzériába. De ilyen szörnyű pizzát még életemben nem ettem. Májá, az Tumbesban volt, most Csiklayóban vagyunk. Ahonnan indult a buszunk 8 órával ezelőtt. Nem mondtuk el, Csiklayóban vagyunk. Macsaláról átmentünk Tumbesbe, ami elég vadregényes volt a határátkelő hely, elég kalandos. Majd mesélünk róla. Utána onnan elmentünk Tumbesba, és Tumbesból indult a buszunk 11-kor ide. Tehát már régóta úton vagyunk, és innen még megyünk tovább, mert nem állunk meg Csiklayóban, hanem Kajamarkához tartunk. Még egy 5 órás út áll előttünk. Igen, a Kajamarkáig. Igen, még egy 5 órás út. Mert egy ilyen nagyobb távot teszünk most meg itt 2 nap alatt, mert ezzel hozzuk be ezt a nagy lemaradást. Ugye Limával szemben, mert Limából vegyünk vissza majd Magyarországra. Már rég Limába kéne lennünk. A lényeg hogy itt nem szabad pizzát enni. Ugyanis a pizza, a pizzának a tésztája a fagyiból vették ki. És ilyen szörnyű, ilyen kenyérmorzsának tűnő pizza alap volt, ilyen pizza tészta. Ez ilyen mélyhűtött. A feltét azt még arra azt mondom, hogy úgy, ahogy elmed, mert paradicsom íze volt, sajt, az is sajt, bazsalikom, tök jó volt. De maga a pizza tiszta, hát az rémes, ráadásul sokkal drágább volt, mint Magyarországon bármelyik pizza. Igen, a paradicsomnak se volt íze, meg én sótlannak találtam az egészet. Mennyibe került egy pizza? Ja. 22.500 forintra számoltuk ki? Nem, ez 3000,
6 volt összesen, mert a kicsi sem volt. De a sörrel együtt, nem? Ja, igen, igen, igen. Jó drága volt a pizza. Egy rakat vacak volt az egész, nem érte meg az árát. És rájöttünk, hogy itt nem tudnak pizzát csinálni. Kín vannak ilyen olasz képek a falon, nagy egzotikum, de igazából egy óriási nagy csalódás az egész. Nem szabad. Itt azért ilyen drága a pizza, mert itt a pizza számít egzotikusnak. Ja, itt humitát kell enni, meg csevícsét. Tehát ugye? Itt a pizzát nem tudják, egyrészt nem tudják, hogy kell elkészíteni, és a hozzávalókat is ugye nehezen szerzik be. És ezért ilyen drága itt egy pizza, ráadásul nem értenek hozzá, úgyhogy hát ennyit a honvágyamról. Nem sikerült. Nem sikerült eloltani a honvágyamat. Nem sikerült eloltani a honvágyat. Most bejöttünk ide Csiklayóba a főtérre, mögöttünk van egy óriási nagy templom, azt megnézzük, az úgy jól néz ki, meg ez egy szép park. Olyan változások vannak itt, hogy itt a piacon vettünk pár zöldséget, vagy micsoda gyümölcsöt, és itt lemérjük, itt mérleg van. Ecuadorban nincs mérleg, ott szemre adják, vagy darabra. Illetve itt számlát adtak ott, ahol reggeliztünk. Ecuadorban egy darab mérleget se láttam, és egy darab számlát se. És képzeljétek, eddig nagyon kedvesek voltak az emberek. Annak ellenére, hogy Perúban, vagyis hogy Ecuadorban a perui határon figyelmeztettek minket, hogy itt rossz emberek vannak, és hogy nagyon vigyázzunk. De valójában nagyon előzékenyek, kedvesek, és az az érzésem, hogy mintha közvetlenebbik is lennének. Közvetlenebbek, és jobban rögtön figyelnek. Megszólítanak minket. Például tegnap a terminálon Tumbesba elindultunk a bőröngyeinkkel kicsit be a központba, és a biztonsági ő rögtön felajánlotta, hogy hagyjuk itt a bőröngyeinket, tegyük be a kassa mögé, és hagyjuk itt az indulásig. Mert jó nehéz, ugye van két hátitáskánk, vannak ilyen apró csomagjaink, meg van az Annának ilyen gurulós bőröngye, meg nekem egy olyan táskám, ami már elég nehéz már. Van kettő bőröndünk, igen. Kettő hátitáskánk, és kettő ilyen, ja. Ilyen kék szatyrunk. Ja, ja, ja. Igen, és mivel hogy a terminálon ugye megveszük a buszjegyet, és majd úgyis oda kell visszamenni, így felajánlják, hogy nyugodtan hagyjuk ott, és beteszik biztonságos helyre, rátesznek ilyen maticát, odaadják a maticának a másik felét, aminek két azonosító szám van, és aztán szabadon járkálhatunk a városba, tehát ez így kényelmes és kellemes. Ez a mostani maticánk. Tumbesban piros volt. És ezzel válthatjuk ki a bőröndünket, ez teljesen ingyenes szolgáltatás, benne van a buszjegy árában, ugyanezzel a jeggyel teszik majd be a busznak a csomagtartójába a mi bőröndünket. És ez tök praktikus, mert hogyha átutazóban vagyunk így egy ilyen perui városban, ugye ez a második eset, hogy a buszpályaudvaron ott lehet hagyni a bőröndöt. Ez klassz dolog. Na jó, most hirtelen ennyit. Hát most ennyi, nem untatunk titeket tovább. Ja, nem untatunk, ez unott fejünkkel. Mida? Igazából én nem értem, hogy miért keltettek fel például engemet a buszon. Egyszer csak ilyen rendőr fölkelt, megállt a busz, átkutatták a csomagokat, meg senkitől nem kérték az iratokat, csak tőlünk. Mi vagyunk az egyetlen gringók, és lekérték az irataimkat, akkor fölébredtem. Aztán akárhányszor, mivel én a szélén ültem a folyosónak, a buszon, Anna meg az ablaknál, akárhányszor elment mellettem valaki, nekem kilógott a karom, és akkor így, ahogy elment valaki, akkor a combjával így még megérintett is. Végig ment a combja a karomon, én mindig fölkeltem és megnéztem, hogy mi van, nekem fönn volt a táskám, azt mind a ketten aludtunk, ugye figyelni kell, még a buszon is figyelmeztettek minket Ecuadorba, hogy figyelni kell a táskánkra, meg minden. Hát az értékeket az beraktuk az Annának a combja mellé, oda az ablak alá, oda nem tudnak benyúlni igazából, mert az első ülés is hátra van döntve, meg mi is ott elég szorosan voltunk, arra már biztos fölkeltünk volna. Hát minden eset az Anna nem tudott aludni a huppanók miatt, én meg azért, mert mentek el mellettem időnként, mert hátul volt a WC, aztán ott mentek el. Na jó van. Na, szép napot mindenki. Igen, igen, már hosszú lesz a videó. Na, körbe mutatom még ezt a teret egy kicsit, és akkor elköszönünk, jó? Na. A templom, itt kertészkednek emberek,
itt egy ember árul nekünk, valamit el akar adni, valami cukorkát. One for please. Thank you. Arra vannak rendőrök, meg mindenféle forgalom. Vannak ilyen tartók, ott vannak közmunkások, és így csinálják a kertet. Aztán így hirtelen ennyi. Na, akkor sziasztok! Hello, mindenkinek! Minden jót! Hello.